efelé kezd visszanyúlni a világ, a rohanó világ kezd visszafordulni, hogy a lassulás, az elgondolkozás és az ilyen kézműves szakmák, ez egyre fontosabbá fog válni, hiszen muszáj, hogy fontossá váljon. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a gépi sorozatgyártás mellett ezek a kézi munkák szerintem maradandó értékek, maradandóbb értékek? Tehát maga az elkészült tárgy is fontos, igen, így van, hogy maradandóbb lesz az érték, de maga a foglalatosság is fontos, hiszen a hagyományőrzés az nem csak abban nyilvánulhat meg, hogy megveszünk egy ilyen tárgyat, hanem hogy mi ápoljuk a hagyományt, és magával a tevékenységgel érjük ezt el. És akkor beszéljünk egy néhány szót a tanítványokról. Elhangzott, hogy nagyon jó eredményeket értek el, szinte csak egy jeles volt, egy négyes volt, az összes többi ötös? Egy négyes volt, és 13 ötös, igen. Miből áll egy ilyen vizsga? Ez egy nagyon komplex vizsga volt, most nemrégen változtatták meg az OKS vizsgának az összetételét, tehát öt részből állt a vizsga. Először is már egy elkészült szakdolgozattal lehetett csak jelentkezni a vizsgára, ugye már ez eleve egy elég komoly munka volt, főleg, hogy itt hátrányos helyzetű hallgatókról volt szó, akkor ehhez kapcsolódott a vizsgadolgozat megvédése, el kellett készíteni a vizsgaremekeket, vizsgakészletet, akkor természetesen elméleti tételekből kellett felelniük, és mivel ez most egy népi kézműves vállalkozás kurzus volt, ezért vállalkozási ismeretekből is kellett nekik vizsgázni. És akkor egy nagyon profán kérdés, hol lehet ide alapanyagot szerezni? Ez Bors Karcsi bácsi segítségével tesszük meg, őneki vannak jó kapcsolata, és ő szerzi be nekünk az anyagot. Egy olyan szakmát, egy olyan művészetet próbálsz most elsajátítani, illetve az alapjait szerezted meg, aminek Szentesnek óriási hagyományai vannak. Mi volt a célod ezzel? Az volt a célom, hogy megismerjek más szakmát is, azon kívül, hogy az ember folyamatosan tanul, azért valami gyakorlatias szakmája is legyen a kezében. Ezen kívül pedig szerettem volna a munkáimban leginkább a népi kézművességet és a népi motívumokat megjeleníteni. Munkáimon elsősorban nem szentesi motívumok láthatók, hanem székelyföldi, korondi minták, ezeket próbáltam megörökíteni, illetve például a szakdolgozatomnak a magyar népi motívumok hátterének egy kutatását elvégezni. Tehát, hogy tudjuk azt, hogy egy cserelapi mit jelent, egy rénszarvas mit jelent, hogy mik az ősi értékeink, és miket kell továbbadjunk majd az utódainknak. Akkor ez, ha jól hallom, akkor nem csak arról szól, hogy most egy cserepet megformálsz, hanem egyéb kutatásokat is végzel? Igen, egyéb kutatásokat is végeztem, és igen, elismélyedtem benne, azt hiszem, tehát sikerült talán már túl mélyre is tekintenem. Úgy látom, hogy napjainkban sajnos az mondható el, hogy a magyar népi motívumokkal nem foglalkoznak eleget. Van, aki inkább a modern motívumokat keresi, másrészt pedig, aki a magyar népi motívumokkal is foglalkozik, általában azt keresi, hogy miket vettünk át külföldről. Na már most én a munkáimban és a szakdolgozatomban is azt próbáltam kutatni, hogy mi a mi ősi eredeti hagyományunk, és milyen kultúrkincsünk van, amiért nem kell szégyenkeznünk, és nem kell a szomszédba futkároznunk idézőjelben, hogy vajon kitől mit vettünk át, mert nekünk igenis van örökségünk. Ezek a tárgyak, amik itt ki lettek állítva, nekem népművészeti értékeknek is tűnnek most. Ezek használati tárgyak, dísztárgyak, luxustárgyak? Hát azt hiszem, hogy napjainkban leginkább dísztárgyaknak, luxus tárgyaknak lehet mondani csúnya szóval, de azért lehet használni is, remélem, tehát akár vázának, akár cukortartónak, tehát fel lehet ezeket használni a mindennapokban is. És akkor a célok, vannak valami olyan célok, amiket esetleg még meg akarsz valósítani? Igen, szeretném továbbvinni, tehát szeretném, hogy itt a tanfolyam végével ne érjen számomra is véget ennek az ápolása, tehát ha csak tehetem, akkor otthon majd próbálok egy műhelyet kialakítani, és ott a régi formákkal és motívumokkal foglalkozni, és természetesen, ha úgy adódik, akkor a saját motívum gyűjteményemet is kialakítani.